van mozog? Kettő helyszínünk lesz. Az egyik az fél ötkor Mucsony. Ez Borsodobos MT6-os. És a fél hétkor pedig Kazincbarcika, ez a hetes választó körzet. Fidesz 4800 szavazatot kapott. Az MSZP 2260-at, a Jobbik pedig 2480-at. Tehát kimondható, hogy ebben a választókörzetben az MSZP a harmadik erő, hogyha az EP választás eredményeit nézzük. Ezek alapvetően nagyon szegény, nagy munkanélküliséggel küzdő választókerületek. A válság őket érte el először. És nyilván az emberek, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, hogy munka lehetőségeik nincsenek, ahol a közbiztonság nagyon-nagyon rossz állapotban van, akkor könnyebben radikalizálódnak. Ez megfigyelhető, hogy a volt szocialista fellegvárokban erős most a Jobbik. Amit szeretnék majd mondani itt a fórumon, hogy legyenek belátással. Olyan helyeken, ahol nagy baj van, ott azt tud segíteni, aki a kormány képes erő, és nem az, aki a legjobban kiabál, a leghangosabb. Isten hozta önöket! Szia, az Urbátyám! Isten hozta az Urbátyát! Hello! Szia! Jóság már, hogy állunk? Jó. Nagyon Isten, Kubatok Gábor vagyok. Kezdhetjük is, hogyha... Kezdhetjük. Nagyon szeretettel köszöntünk mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Megegyék meg, hogy az önök nevében is Kazincbarcikán, Borsodobos MT4 hetes számú választókerületének a központjában. Nagy szeretettel köszöntsem a Fidesz Magyar Polgári Szövetség pártigazgatóját, Kubatok Gábor. Kezéket csókolom, jó estét kívánok! Ebben a körzetben ilyen közel a győzelemhez még sosem voltunk. Ilyen közel a győzelemhez még sosem voltunk. Arra kérek mindenkit, hogyha meg tudja tenni, mondja el, hogy ne hagyják magukat megvezetni, hogy ne hagyják magukat becsapni. Mert a dolgot meg fogjuk bánni, mert a következő választás nagyon kevésen is múlhat. És hogyha elpazarolják a szavazatokat olyan helyekre, ahol egyébként nem segítenek a magyar jobboldalnak, akkor nem lesz rend soha ebben az országban. A Jobbik az néhány hataloméhes fiatalember vágyainak kielégítésére jött létre. Olyan embereknek, akik beszeretnének kerülni a magyar politikába és a magyar parlamentbe. És csalódás lesz a Jobbiknak a léte a választások után. Már csalódás most is, hiszen rengeteg botrány van körülöttük. Ott van a Lenthardt Balázs nevű férfi, ez az ember hosszú éveken keresztül Kóka János tanácsadója volt. Mondják, ez a szebb jövő? Hogy sikerült a kopogtató cédula gyűjtés? Vagy mi az érzésetek, mi van itt, hogy elmennek az emberek szavazni? Tehát, hogy mi van magában a rendszerben? Úgy érzem, hogy olyan szocialista vagy SZDSZ-es emberek érzik azt, hogy hozzánk kell forduljanak, hogy minket kell, hogy támogassanak, ahhoz, hogy ők is lássák a jövőjüket. Szóval ezek nagyon példaértékű dolgok, és ezért volt az jó, hogy nagyon sok helyen megfordultunk, és nagyon sok helyen voltunk.